Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, mint ahogy a sajtótájékoztatók címéből is kiolvasható volt, a mai napra Szocska Miklós államtitkár behívta az ország megyei kórházainak vezetőit, illetve a fővárosi önkormányzat kórházainak főigazgatóit, feltételezhetően elbocsájtó szép üzenet céljából, illetve ennek közlése céljából. Már csak azért is, mert mint az a múlt héten kiderült előterjesztésből is kiolvasható volt, január 1-ével valamennyiük státusza, állása megszűnik, és új menedzsmentek lépnek életbe, vagy kezdenek el dolgozni. A dolog különösen azért érdekes, mert a Semmelweis terv keretében meghirdetett nagyívű átalakítás, ami az egészségügyi ellátást hivatott javítani, illetve könnyebben hozzáférhetővé tenni a dolgozók, illetve a lakosság számára. Gyors számításokat végezve, a költségvetésben eleve 90 milliárdos hiánnyal indul, illetve az ez évi költségvetéshez képest 90 milliárddal kevesebből kezd el gazdálkodni. Ehhez, ha hozzávesszük a körülbelül 4%-os inflációt, ami várható jövőre, ez egy újabb, közel 120 milliárdos összeg. Ez már így önmagában 200 milliárd körüli, és hogyha hozzávesszük egy tegnapi konferencián is elhangzott KSH adatot, ami arról szól, hogy az önkormányzatok országos szinten természetesen közel 90-100 milliárdot tesznek hozzá az OEP-től kapott finanszírozás mellé, úgy összeadva egy közel 300 milliárdos hiánnyal fog indulni a jövő évi egészségügyre szánt költségvetés. Ezek után értelmezhetetlen például Réthei Miklós mai nyilatkozata, ami arról szól, hogy az alapellátás felé arccal, és ennek a javítását tűzik ki célul. Különös tekintettel, ha megnézzük, hogy az alapellátásra szánt pénz soron fillére forintra megegyezik az idei költségvetési összeggel, és ha ehhez a 4%-os inflációt hozzávesszük, egyértelműen kiderül, hogy reál értékben pedig komoly csökkenés. Tehát nem hogy javulni fog, hanem romlani fog a házi orvosi ellátás. Ha ezt a 300 milliót tekintjük, akkor alapvetően látható, hogy az egészségügyi ellátás minden téren, a gyógyszerellátástól a fekvő és a járóbeteg ellátáson keresztül nagyon súlyos hiányt fog szenvedni. Ez természetesen mind a betegeken fog csattanni. A Semmelweis terv pedig nem más tartalmaz, mint hogy regionális szervezés kapcsán intézmények fognak megszűnni, még akkor is, hogyha az államtitkárság állítása szerint csak átalakulni fognak és nem megszűnni. Ez nyilván csak ideig óráig tartható, mert senki nem gondolhatja azt komolyan, hogy egy sok szakmás kórház bezárását követően, vagy átalakítását követően mondjuk krónikus intézményé, nem ott maradnak a sebészek, a szülészek, a belgyógyászok és minden más szakember. Bár a legutóbbi adatokat figyelembe véve ilyen probléma már nem valószínű, hogy lesz. Tekintettel arra, hogy jelenleg is augusztus végéig, ha jól tudom, mintegy 900 orvos hagyta el az országot, és még egy fél év közel hátra van. A tavalyi év folyamán pedig 1200 orvos hagyta el, és számos szakdolgozó. Tehát nem lesz ilyen probléma. Azt sincs végig gondolva, hogy az átalakítás kapcsán egy Győrbe bezárandó egészségügyi intézmény dolgozói nyilván nem fognak testületileg átvonulni mondjuk Mátészalkára vagy Heves megyébe, miután ehhez semmilyen forrás nem áll rendelkezésre.
És itt ismét felhívom a figyelmet a 300 milliárdos hiányra a kasszában, ami esetleg lehetővé tette volna azt, hogy mondjuk az orvosok mobilitási programját elősegíteni, vagy a szakdolgozók mobilitási programját elősegíteni. Valóban elősegítik a mobilitást, de ez kizárólag a határainkon túlra való mobilitásról rendelkezhet. Ami a legfontosabb része tulajdonképpen ennek a Semmelweis tervnek, az ugye, amit számos alkalommal is elmondtunk, ez az önkormányzati vagyonnak, az ingatlanoknak a megszerzése, lenyúlása, ez teljesen egyértelműen látszik. Ennek legszebb példája az ominózus kiszivágott kormány előterjesztés, amelynek egyik melléklete az átvendő fővárosi egészségügyi intézmények, amelyiknek utolsó pontja az a 600 milliós alaptőkéjű egészségügyi beszerző cég, amelyik ugye nem végez semmilyen egészségügyi ellátást, csak közbeszerzéseket folytat a fővárosi intézményei számára. Tehát ennek a megszerzése semmiféle koncentrált egészségügyi ellátásban nem illeszhető bele, ám de a 600 milliós alaptőke az már igen jó falatnak számít, gondolom a Gyemszi számára. Egy tegnapi konferencián elhangzottak alapján világosan kiderült, hogy semmilyen konkrét elképzelés nincs a jövőbeni működtetésre, nincs apparátus, amelyik az ország fennmaradó, nem tudjuk hány kórházát a jelenlegi 170-nel szemben tudná irányítani, vezetni a közbeszerzéseit, a gazdálkodását és a szakmai irányítását végezni. Az is nehezen értelmezhető, hogy mindennemű létező jogszabályi felhatalmazás nélkül Szocska Miklós ma tárgyal kórházigazgatókkal, ugyanis ismereteink szerint nincs a parlament előtt se az önkormányzati törvény módosítása, sem pedig még akár ennek a kiszivárogtatott törvénytervezetnek a vitája sem kezdődött el, sőt, még be sincs terjesztve a parlamenthez. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen engedéllyel vagy milyen gondolkodás mentén osztja ma az áldást, vagy az átkot Szocska Miklós a kórházigazgatók számára. Felmerült Réthei Miklós mai nyilatkozatában az is, hogy az alapellátáson túl a gyógyszerkezelés is kiemelt fontosságú lesz az egészségügy átalakítása kapcsán. Itt különösen egy nagyon szép mondat, ami megragadta a figyelmünket, ez a parancsszerű gyógyszeres kezelés. Na most úgy tűnik, hogy ilyen parancsszerű gyógyszeres kezeléssel kívánnak orvosolni az egészségügy minden létező gondját, baját. Én utoljára ilyet, megmondom, az Amarkor című filmben láttam, és akkor is ricinust itattak az ominózus Duce csapatai ellenállókkal, hát ha csak nem ilyen parancsszerű gyógyszeres kezelésről van szó, másképp nehezen elképzelhető egy orvos-beteg kapcsolatban az ilyen feltételezés. A mai nap folyamán a Magyar Szocialista Párt valamennyi megyei elnöke eljutatott egy levelet, illetve feljelentést a megyei ügyészi hivatalokhoz hűtlen kezelés címén, aminek előzménye, hogy a megyei közgyűlési elnökök többsége úgy írt alá megállapodást Orbán Viktorral, hogy ehhez semmilyen törvényi, illetve közgyűlési felhatalmazása nem volt. Itt említjük meg, hogy külön örömünkre szolgált, hogy Tarlós István nem írt alá ilyen megállapodást, és úgy tűnik, hogy számos felhívásunkat, javaslatunkat figyelembe vette,
és ő legalább nem követett el törvénysértést ebben a műfajban. Nem tudjuk elképzelni, hogy ma, október 13-án minden felhatalmazás nélkül meghirdettünk egy programot, hogy január 1-ével mi lesz az egészségügyi ellátással, mi lesz a betegekkel, és mi lesz a dolgozókkal. Teljes káosz uralkodik az egészségügyi ellátórendszerben. A rezidens szövetségtől kezdve az orvosi kamarán át számos nyilatkozatot olvastunk, hogy december 31-éig adtak határidőt a kormánynak az egészségügyi ágazat problémáinak rendezésére ellenkező esetben. Több ezres nagyságrendben várhatók felmondások az egészségügy dolgozói részéről. A munkatörvénykönyve változása, ami gyakorlatilag megszüntetné a délután, illetve az éjszakai pótlékot, a szakdolgozók tömeges elvándorlását fogja okozni az ágazatból. El nem képzelhetjük, hogy mi lesz a betegekkel. Akármilyen szervezőegységeket fognak oda telepíteni, akik az irányított betegellátás vezetőiként fognak szerepelni, hogy fogják megoldani a legelemibb betegellátási feltételeket. Ehhez tartozik az, hogy ismereteink szerint semmilyen infrastruktúrális fejlesztésre nem készülnek, vagyis úthálózatok, vonatok, stb. Fejlesztésére, amik esetleg a kieső egészségügyi ellátáshoz való jutást tudnák megkönnyíteni. Tehát összefoglalva, 300 milliárdos tervezett hiánnyal indul a jövő évi Semmelweis terv végrehajtása. Jelenleg semmilyen konkrétumot nem tudunk erről, azt látjuk csak, hogy teljes káosz van. Egy olyan intézmény vezetésére bízva ennek a levezénését, amelyiknek se humán erőforrás, sem pénz, se pedig szakmai tapasztalat nem áll a rendelkezésére.